Justin! Nem akarsz leszopni? Nem, de akkor átrúgok abba a szűz valagadba, hogy egy hétig nem ülsz le utána. Így szeretkeztünk először. Nem szeretkezés volt, csak kinyaltalak és szétkúrtalak. Úgy hallom, problémád van. Igen. Keresztben áll egy szőrszál a seggemben. A túlzott igény. Negatív lett. Az 26 hét és 182 egy éjszakás kaland. Figyelj, mindig csodáltam azokat, akik tudnak fejben szorozni. És mindig védekeztem. Már el is kezdtem megírni a beszédemet fejben. Meghallgatjátok? Istenem. Üdvözlök! És köszöntök minden szexuálisan hátrányos helyzetű, mániás depressziós... Na, nem látod, hogy beszélek? Ismerős történet. Drogozott, kúrogatott, tönkrement, nagyon megbánta. És íme itt van, hölgyeim és uraim, bizonyított, hogy másokat boldoggá tenni hány ingert, görcsöket és hasmenést okoz. Hát ezen a módon is lehet mély benyomást tenni. Egy jó tanács. Legközelebb, ha magyaró van a szádban, szobd, ne nyeld le. Mi ez? Hivatalos tagja lettél a Halott Buzik Társaságának. És te ki vagy, bazd meg, az alapító atya? Na de úszom, mondd csak, hogy vannak a haverok. Megegyeztünk, hogy a gyerek előtt nincs rémisztő leszbi szex. Húzz el, Brian! Nem tudom, de most a botoxra félretett pénzemet egy átkozott méregdrága ügyvédre költhetem. Basszus. Van valami nálad? Ja, 5,5 kiló kokain és 1,5 kiló heroin. Most nem kéne viccelődni. Ki viccelődik? Cikkei a Supermama kézikönyvben. Seggfejekben nem rúgunk, ha padlón vannak. Elvennék a glóriámat. Nem vagyok seggfej, csak így nézek ki. Ha vissza akarod nyerni a kezed mozgékonyságát, javaslom, hogy naponta többször verd ki a farkad. 33 vagyok, olyankor mi van? Ti nem hallottatok valamit? Egy hangot a hullaházból. Mert gázra kellett vigyáznod, és nem mentek oda hozzád. Sokan idejöttek. Csak mindegyik leszbi volt, és a spermámat akarta. Ezt kell tennie. Bennek úgy kell az izom, mint nekem a fasz. Tudom.